Az ország felett átrobogó hidegfront máshol is károkat okozott Közép-Európában. Több tízezeren maradtak áram nélkül, akadozik a vonatközlekedés. Az Alpok északi oldalán ráadásul még a szélvihar előtt rengeteg eső esett, utakat, házakat öntöttek el a megáradt folyók Németországban. Az ottani csapadék miatt emelkedik gyorsan a Duna vízszintje nálunk is. Akár másodfokú készültséget is elrendelhetnek a napokban. A földön fekszik a Bajor fővárosban ez a felfújható sátor, illetve az, ami maradt belőle. Németország déli és nyugati részén komoly pusztítást hagyott maga után a Petra nevű ciklon. Az özönvízszerű esőzés utakat és pincéket árasztott el. A viharos szél fákat csavart ki a földből, csak Bajorországban több mint 150-szer riasztották a tűzoltókat. A tartományban számos vasútjáratot kellett törölni a felső vezeték sérülése miatt, az Alpok magasabban fekvő részein pedig lavinaveszély miatt adtak ki riasztást. A vihar jelentős fennakadásokat okozott Ausztriában is. A 150 kilométeres óránkénti sebességet is elérő széllökések háztetőket és villanyvezetékeket rongáltak meg. A legrosszabb helyzet a német határ mentén fekvő felső Ausztriában alakult ki. A tartományban 11 ezer háztartás maradt áram nélkül. A heves esőzés és az útra dőlt fák miatt több helyen utakat kellett lezárni. Tirolban több helyen földcsuszamlások akadályozták a forgalmat, Bécsben pedig turista látványosságokat, köztük a Schönbrunni kastélypark is bezárták a vihar miatt. Országszerte legalább 500 alkalommal riasztották a tűzoltókat, de a hatóságok adatai szerint senki nem sérült meg. Hasonló a helyzet Korzikán is. A Franciaországhoz tartozó szigeten a hatóságok kedden narancs színű riasztást adtak ki a viharos szél miatt. Az előrejelzések szerint akár 170 km/órás széllökések is előfordulhatnak. Korzikán ugyanakkor nem az eső, hanem a szárazság okoz gondokat. Kedden reggel óta 120 tűzoltó küzd egy bozott tűzzel, amely rövid idő alatt 300 hektáron pusztította el a növényzetet. A viharos szél miatt a lángok rendkívül gyorsan terjednek. A korzikai hatóságok most az idővel versenyt futva próbálják megakadályozni, hogy a tűz elérje a tengerparti településeket.